Az ejtőernyőzés az 1300-as évek Kínájáig vezethető vissza. A siklóernyőzés ennél sokkal újkeletűbb extrém sport. 1978-ban három francia jóbarát úgy döntött, hogy kipróbálja, milyen lehet egy domboldalról repülő nélkül a magasba emelkedni. Hát most utána járok annak, hogy mennyi szerencse kell ez a sporthoz. Úgy látom, hogy szél, na az kell. Igen, kell a szél, de nem olyan erős, mint amit Gödöllőn fogtunk ki. Ez pech, így csak beszélgetni tudtam Grillmeier Szaszával, aki az akrobatikus siklóernyős hölgyek világranglistáját is vezeti. Az elmúlt 4 évben én lettem a legjobb női akrós. Az akró az a, tehát a siklóernyős műrepülés magyarul, tehát különböző manővereket mutatunk be, és ezt pontozzák. Bevállalósnak kell lenni. Az szerintem ez nagyon fontos, meg kitartó munka. Nyilván vannak olyan szituációk, olyan vészhelyzetek, úgymond, ahol nem baj, hogyha van egy kis szerencsénk, hogy ne legyen nagyobb baj. Én olyan szinten tartom magam szerencsésnek, hogy édesapám ezt nekem megmutatta, és tulajdonképpen azóta ez az életem. A Honi Szövetség elnöke szerint a nagy élményt nyújtó siklóernyőzéshez nem kevesebb 5 szerencsefaktor kell. Az első szerencsefaktor az időjárás. Most nincs szerencsénk, de lesz, mert most kisütött a nap. A második pont a jól kifogott szélerő és szélirány. Na, nekünk pont ebben nem volt szerencsénk. A harmadik szerencsefaktor ugye a napsugárzás és a szélerő, szélsebesség, szélirány tekintetében pedig az, hogy a pilóta mennyire felkészült. Megvan a negyedik faktor, a szerencséje az, hogy megtalálja azt az ernyőt, ami a személyiségére a legjobban rászabott. Az ötödik, az a legfontosabb kérdés, hogy van-e olyan szerencséje, hogy annyi pénze és szabad ideje van, hogy ez teljes mértékben a siklóernyőzésre tudja áldozni. Love, love,